Lelki ébredés Mik a jelei a lelki ébredésnek? Az ember megismeri, hogy a keze nem ő, a lába nem ő, a füle nem ő. Eddig csak a hajával nem azonosította magát. Most elválik az azonosság érzése a végtagoktól. A kéz csak fogó és ütőszerszám. Ha levágják, sem az eszem, sem az emlékezetem nem csonkul. A láb csak járó emelőszerszám. Bár testemnek csak nem fele, ha elvesztem, öntudatom nem csökken, lelki tehetségeim nem kevesbednek. De hát miféle kocsi az, amelynek elveszhetnek a kerekei, eltörhet a rúdja, mégis egész kocsinak érzi magát? Ha a testem egyes részei elveszhetnek anélkül, hogy a lelkemből bármi is hiányoznék, bizonyos, hogy a gyomrom se én vagyok, a tüdöm se én vagyok, a szemem se én vagyok, és az agyam se én vagyok. Ha az egyik testrész műszer, a másik is az. Hús, hús. Miért volna az agyvelő kivétel? Az agyvelő is csak anyag. Az anyag pedig nem gondolkodik. Így válik ketté tudásunkban és érzésünkben a valónk. Én és a testem. De hát mi vagyok én, és mi a testem? Én lélek vagyok, a testem meg hús. Én vagyok a kocsis, a testem a kocsi. A kocsi, mint börtön. Miért vagyunk-e mozgó börtönben? Nem tudjuk. Aktáink le vannak pecsételve, és ismeretlen levéltárban hevernek. Emlékezetünk is ott van valahol, mint a régi rab, régi naplója a fegyház irattárában. Hol az az irattár? Hol az a levéltár? Hol ítélnek el bennünket? Miért? Megtudjuk majd, ha a kulcsár értünk jön. Ha vasúton vagyunk, s kérdezni valunk van, kitől kérdezősködünk, hanem a kalausztól. Ha más úton járunk, s embercsoport jön velünk szembe, nem ahhoz fordulunk-e, aki véleményünk szerint legjáratosabb azon tájékon. Kit kérdezzünk a lelki út tévegőiben? Bizonyára nem a testi embereket, hanem a lelki embereket. Azokat, akik a zablát legerősebb kézzel kormányozzák, azokat, akiknek a Honossági érzése erősebb, mint a miénk. Azokat, akiknek agyában tisztultabb a világosság, mint a miénkben. Mert ők tudják legjobban az utat, az igazságot, az életet. A legfejlettebb lelkű ember a Földön Jézus volt. Senki nem is említi annyiszor a lélek és a test különvalóságát, mint ő. Tehát senki nem is érezte annyira, senki se volt e tekintetben olyan tájékozott, mint ő. Senki nem adhat olyan biztos utasítást, mint ő. Utasításai az evangéliumokban vannak megírva. Érdekes, hogy Jézus halottnak nevezi a testi embert. Egyik tanítványa kéri, engedd, hogy elmenjek és eltemessem az atyámat. Jézus feleli. Kövess engem! A halottat hadd temessék el a halottak. Jézust nem is érti meg a testi ember. Az evangéliumok mesék nekik, vagy zagyva beszédek. De vajon nem más szemmel nézi -e az eget is, a gyermek és a csillagás. A lelki ember megérti Jézus szavait, és megérti a hallgatósága felkiáltását is, soha ember nem szólott úgy, mint ő. E megkülönböztetésről ilyen sokat írok. Ez nincs hiába. A jó kőműves erős alapot vet az épületnek. Az élet, ha lelkiségre épül, merőben más, mint a testiek élete. A test állat, a lélek Isten. Kis ível írott Isten. A testi ember állati életet él. A lelki ember istenit. A testi ember nem lát célt, csak véget. Egy gödröt. A lelki ember lát célt, s tudja, hogy a gödör nem az ő végét jelenti, hanem csak a testéjét. Mert a világ nem ez a föld. Az élet nem csupán a test élete. Ennek a megértése az a híd, amelyen át a helyes útra juthatunk. Hibás és alacsony rendű élet az is, amely merőben testi. Mert hogy az életünk célja csak húsápolás, meg szaporítás, ez lehet életfelfogás kőbányán, de ott sem az emberi házakban. Ha a gépeknek elméjük volna, egyszerre tudnák, hogy nem csak mozgásért és olajemésztésért készültek. Hát az ember vajon megnyugodjék -e abban, hogy a létezése a mechanikai céloknál alább való? Hiába. Vannak ilyen húsgépek. Ezek valóban nem ismernek egyéb célt, mint az emésztést, tenyésztést és azon anyagok gyűjtését, amelyek fenntartásukat biztosítják. Az ilyen emberekre aztán úgy hat egy-egy családi eset, mintha ököllel sújtották volna őket homlokon. De hogy is ne? A hús életét tartották az ember életének, és íme a hús oda van, tehát az életük is oda van. De egy rejtelmes hang megszólal ekkor a szív belsejében. Nem lehet, nem lehet, hogy az ember így elpusztuljon. A gyötrődő ember fölemeli ekkor a fejét, és kiállt. Egy csöpp vizet, Lázár, egy csöpp vizet! De hát hiába adná Lázár az egy csöppet, csak fokozná vele a szomjúságot. A fát nem lehet öt perc alatt felnöveszteni, kivirágoztatni, meggyümölcsöztetni. A lelki maga megismerést, az Istenben való bizalmat se lehet egyszerre belenöveszteni az értelembe. De hogyan lehetne annak hitte és megnyugvása, aki az égre csak akkor nézett, mikor a felhők állását vizsgálta. Az arcán csak az érdekelte, mikor a tükörbe nézett, hogy jól áll le a haja, aki a természetben csak üdülést keres, aki a négy félkót ismeri, de a négy evangélistát nem, és aki az emberiség nagy gondolkodóit sose kereste, sose forgatta, de habozás nélkül leszamarazza. Ti fiaim, ne éljetek ilyen testi életet, hanem lelkit. Mindent a léleknek. Testnek csak annyit, hogy ne kellemetlenkedjen. A testi életnek is megvan a maga Szent Háromsága. Az asztal, az ágy, meg a pénz. Ami ezeken kívül van, két osztályba sorolható: kellemes, kellemetlen. Kellemes, a tunyaság, a tudatlanság, a dorbézolás, a lopás, rablás, paráználkodás, képmutatás, csalás és bármilyen pénznyereség. Kellemetlen a munka, a magatok művelése, a mértékletesség, a nyomorultakon való segítés, a megbocsátás, a haza és emberiség javára hozott áldozatok, a tiszta élet, a becsület, és egyáltalán az emberi jóság Figyeljétek meg, hogy aki ezt a földet tartja világnak, mind korlátolt elmélyű ember. Többnyire nagy testűek és kövérek. Az élet gondjaival vagy pénzgyűjtéssel szorosan elfoglaltak. Ha nem foglaltak, gyomrukat szeretettel símogatók, szoknyafutók. Ha nem ilyenek, ravaszok kegyetlenek. Aki eszesnek látszik is közülük, eszessége nem igazi, csak aféle rókaházi. Az élet épp oly logikus következmény, mint minden más következmény. Nincs következmény előzmény nélkül. De hát, ha előbb is éltünk, miért nem emlékezünk rá? Aki a bányába száll le, nem visz magával napórát. Aki vadászni megy, nem visz magával messzelőtt. Aki fürödni megy, nem visz magával káposztagyalut. A földi élet rövid kit utazás az örökké valóság országából. Csak a szükségeset hoztuk magunkkal. Az egyéniséget, hajlamokat, erőket, képességeket, s lelki iránytűt, amely ezt a két fő irányt mutatja, jó és rossz. 1. A lélek tud önmagáról. 2. A lélek külön vizsgálja önmagát és külön a testet. Már Szent Pál mondja, más törvényt látok testemben és más lelkemben. De előtte sokkal, sőt a történelem betűi előtt már élt a holtak életének hite tehát a lélek külön valóságának tudata. 3. Ha a test inficiálva van, a lélek nem érzi magát inficiáltnak. 4. Az elvágott testrészek. A lélek nem érzi magát soha megcsonkítva. 5. A test fejlődésében sem a történelem, sem a természettudomány nem tud egy vonalat se kimutatni, Ellenben a lélek fejlődésében vissza tudunk menni az állati állapotig, és előre tudunk nézni a szemkápráztató jövőbe. 6. Az agyvelő minden kis molekuláját megvizsgálták, és ismerik a tudósok a mikroszkópikus határokig. De azt egyiknek se sikerült megtalálnia, hol, melyik részben székel az én tudat. Látjuk a növényt, hogy ki kell, virágzik, hervad és meghal. Látjuk az embert, hogy ki kell, virágzik és meghal. Hát vége akkor a növénynek? Vége az embernek? nincs -e a növénynek magva? Nem kére a magból ismét ugyanolyan növény. Ha a mag nem halt meg, tovább viszi annak a növénynek az életét egy új életbe akkor abban a magban van valami örök. De honnan jön az az örök annak a növénynek az első magvába, amelyikből az első növény kelt ki? Hát majd, ha a föld kihal, az utolsó magból is oda megy az, ami benne örök, ahonnan az első magba jött bele, az a rejtelmes örök.